Üdvözlöm András Istvánt, az Akász egy Gyógyi fürdővezetőjét. -fürdő a mai napon jelentettük, hogy mennyit a kis fürdő. Milyen karbantartási munkálatok előzték meg, miben történt esetleg változás, mennyi medencével üzemel a strand területe? Tiszteltel köszöntöm is a kedves nézőket. Hát örömmel tudom ö, ö, elmondani, hogy a egy medence kivételével mindegyiket megnyitottuk, tehát mind a beltéri, mind a kültéri medencéket. Itt elsősorban az úszómerence és a termálmerence, ami a legfontosabb itt a vendégek számára. Hát előzetesen, tehát itt azért volt egy nagy szünetünk, itt a karvatartási munkálatokat elvégeztük, tehát a szokásos szezon felkészítési munkákat végeztük el. Ez természetesen a lehetőség szerint, hiszen bevételi forrásunk nem volt, tehát ezt azért ezt máshonnan kellett pótolni, meg olyan jellegű munkákat is elvégeztünk, amit az évek alatt úgy dolgoztunk, amely nem teljesen függ össze az üzemeltetéssel, de ezeket is el kellett végezni. A fürdő területén belül számos zöld felület van, ezeket hogyan tudták karbantartani, milyen újítások történtek esetleges? Hát újítások nem történtek, csak kimondottan a karvatartás. Hát itt most jelenleg pont olyan helyzet állt elő, hogy itt a tavaszi hónapokban magával, az ölt területtel nem nagyon kellett foglalkozni, mert így mondom, hogy még a fűsen nőtt, hanem most, hogy jöttek ezek az esőzések, most azért elég sűrűbben kell, de természetesen ezt folyamatosan csináljuk. Az árakban történt a változás, illetőleg azok a személyek, akik bérlettel jöttek a kieső időszak miatt, hogyan történik az ő fogadásuk, hosszabbítódik-e a bérletük az elkövetkezendő időszakban? Igen, ahogy ön is elmondta, akkor kezdem a kérdés utolsó végével, hogy a bérletek meghosszabbításra kerülnek az áratartás miatt kiesett időszakra vonatkozóan. Ez természetesen online-on, meg elébb ezt tájékoztatok a kedves vendégeinket. Az jegyáraink nem változtak, tehát a, a, a annyiból volt a, a január 1-i állapotnak megfelelő jegyárakat tartjuk továbbra is. Itt a tartásban módosulás a nyári időszak miatt történik-e? A nyitvatartás is ugyanúgy, mint az eddigi évek során ugyanaz a nyitvatartási időnk. A Strand területén belül van ugye egy fedett rész, hogy gyógyászati részleg is a rendelkezésükre áll, akik ide látogatnak. Erről mondjon néhány mondatot. Igen, tehát a beltéri medencék is, a uszoda tanuszoda két erő termálmedencé és beüzemelésre került, most már a jelenlegi jogszabályok ezt lehetővé teszik. A gyógyászatunk elsőn szintén elindult, mint a szakrendelés, mint a kezelések. Itt annyit tennénk hozzá, hogy természetesen a Nemzeti Közegészségügyi Központnak vannak ajánlásai. Ezeket természetesen mi biztosítottuk a vendégek számára. Itt gondolok a fertőtlenítéste, olyan táblák elhelyezésére, amely figyelmeztetik a kedves vendéget, akár a kézmosás helyességére, vagy esetleg a egymástól való távolságtartásra. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!